Viktor Pelevin, a kortárs orosz próza legfőbb képviselője, egyik fene gyereke. A szakértők szerint mindenki másnál jobban fejezi ki egy új oroszországi nemzedék gondolkodásmódját. 1987 óta ír, 1989-ben jelent meg először nyomtatásban. Világszerte hamar népszerű lett, 2000-ben a New Yorker Európa 7 legjelentősebb fiatalírója között emlegette. A darab története szerint egy krími üdülőhelyen alkoholmérgezést kap, a helyi lakosság véréből mintát venni érkezett ügynök, közben ragyog a hold, hullámzik a tenger, életek születnek és múlnak el. A művészek rovarokat alakítanak, akik története és jelleme teljesen emberi. Kuti Patrícia egy éjjeli lepkét játszik, aki filozófus is egyben. Mi vagyunk ketten, akik így azt mondhatnám, hogy így próbáljuk talán ennek a sok furcsa jelenetnek, meg a furcsa történéseknek az összességét így mindig így összefogni, vagy valahogy a történetben egy ilyen főszálat talán képviselni. A két éjjeli lepke, akik milyen nagyon fontos filozófiai kérdéseket próbálnak megvitatni és rájönni az élet nagy dolgaira. Az egyik ügynököt, egy szúnyogot és egy hangyát is alakít Éj és Ákos, aki szerint már a színpadon rovarokat látunk, mögöttük mégis emberi jellemek vannak. Mint a hagyma, tehát rengeteg rétege van. De azt hiszem, hogy eléggé aktuális ez manapság tulajdonképpen. Ahogy a rovaroknál is van egyfajta hierarchia, hogyan épül fel az ő életük, ez ránk is nagyban jellemző. És ezeknek a rovaroknak, illetve az emberi sorsok között tudunk egyenlőségjelet tenni, tehát tudunk azonosulni velük, és azt hiszem, hogy valamelyik kis bogárkában, rovarkában biztos, hogy mindenki egy picit talán magára is ismerhet. Az előadás rendezője Kovács D. Dániel, junior primadíjas, a szövegkönyvet Závada Péter írta, aki a Szokatlan regényben segített megtalálni azt a színházi formát, amellyel a társulat mesélhet erről a fantasztikus, furcsa világról, amelyben saját hétköznapjainkra ismerhetünk.